Köszöntelek benneteket! A mai alkalommal egy nagyon gyors, egyszerű, az egyik kedvenc főzelékemet szeretném megmutatni nektek. Kelkáposzta főzelék, nagyon gyors, pikpak összedobjuk, ahogy én szeretem. Tartsatok velem! Nagyon szeretem a kelkáposzta főzeléket, ezt is édesanyámtól tanultam, és a kelkáposzta főzeléknek a anyukám általi nagy titok, hogy füstölt ízt kell adni neki. Erre van több variáció nyilván, hát meg kell nézni, kinek melyik a jobb, ugye lehet füstölt kolbász, füstölt oldalas, vagy egy jó angol, vagy egy kolozsvári szalonna, ezek mind-mind jók. Ugye most már azért figyelembe kell venni az árakat, és a pénztárcát is, és ennek függvényébe kell dönteni. Só. Hát figyelj, alap só, bors, esetleg vegeta, meg kömény. Ez kell neki ízlés szerint. Azt mondja, só, meg kömény, ez mindenképp, pici bors, vegeta, esetleg egy leveskockát is lehet, hogyha valaki úgy szereti, vagy az van otthon, de körülbelül ennyi, és akkor ennek nem kell sok, egy 15 perc körül, ahogy összefő, utána még ízesítünk egyet, aztán egy habarással beállítjuk a sűrűséget, és csókolom. 2, 3 evőkanál liszt, és akkor egy pici víz, megcsináljuk a habarást. Oké, megvan a habarás, és igazság szerint elméletileg ezt nem kell hőkiegyenlíteni, de most ezzel ártani nem ártunk, szerintem könnyebb így dolgozni, úgyhogy én csinálok egy kis ilyet, és utána tesszük bele a főzelékbe. Egy utolsó ízesítés, és utána szerintem már csak a kitálalással jövünk. Kelkáposzta főzelék, ahogy én szeretem, de nagyon. Ehhez semmi nem kell, max egy szelet friss kenyér vagy valami. Kellemesen kiérzik a köménymag, ez a füstölt szalonna, ez nagyon jó ízt adott neki, és csak ez a füstölt köménymagos íz. Hú, de jó. Ez simán ilyen egy tál étel, de hát nyilván mivel főzelék, és mennyi fél óra alatt megvan. Próbáljátok ki, nagyon finom, nem fogtok benne csalódni, és ha sikerült valami újat mutatnom, vagy tanulnotok, akkor dobjatok egy lájkot, ha tetszett, hogy ilyen gyors és költséghatékony kaják, akkor esetleg iratkozz föl, mert most egy kicsit ebbe az irányba vagyok. Köszi, hogy itt voltál, csináld meg mindenképp, ne maradj le erről a finomságról. Sziasztok!